Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, és tartsuk meg a jó szokást, hogyha már csináltam Call of Duty Ghost-nál, meg Titanfall-nál ilyen összes perk, meg összes burn card, ami volt, úgy gondoltam, hogy hasznos lenne nektek, hogyha akkor most ugyanígy Advanced Warfare-nél is lefordítanám magyarra a perkeket, a exo ruhákat, mi mit csinál, és hogy hogy működik ez a Supply Drop című történet, úgyhogy sorba fogunk menni, jó? Tehát kezdjük ezzel a Supply Drop dologgal, ami időnként ugye megjön a játékban, kb. Olyasmi, mint Battlefieldnél a kis aktatáskák, amiket ki lehet nyitogatni, a Battle Pack-ek, és gyakorlatilag kapsz ilyen Supply Dropokat időről időre, és hát gyakorlatilag kinyitod. Elite! Hoppá, na, most nyitom ki én is őket, és amint látjátok, akkor kaptok különböző nagyon fasz a dolgokat, mint például ugye dupla XP-t, 45 percig dupla XP lesz a játéka, és kaptok ruhát, reinforcements personal, és ez azt jelenti, hogy 25 percig például kapok még ilyen supply dropokat, úgyhogy ma egy nagyon jó dolog, és például, hogy kinyitjuk a következőt, ja, itt van, már is megkaptam, van egy, például egy fegyver, sniper, ezek szerint, ja, a bolt action railgun, gyakorlatilag, megkapod ezt a fegyvert, ráklikkelsz, és be lehet helyezni, ahová szeretnéd. Nadrágot szeretnél cserélni a kedvenc hölgyeden, akkor már be is rakja neked hozzá, nagyon szexin tud kinézni vele, szóval nagyon jó kesztyűt ugyanúgy cserélhetsz rajta. Itt látjátok ott a kezét, ha figyelitek, akkor változik. Szóval, ja, ez most biztos nagyon jól néz ki. Nadrág, 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 de ez a fehér nekem, ez tetszik. Szóval, supply dropok olyan, hogy is mondjam, lekötik a figyelmedet, semmi extra, kinyitogatod őket, ha tetszik a fegyver, kipróbálod, megcsinálod, stb. Stb. Szóval, nem egy nagy kunsz, nincs is nagyon róla mit magyarázni. Create a class optionnél gondolom minden szokásos. Itt már néhány fegyverecskét be tudtam magamnak állítani. A dolog úgy működik, mint a Black Ops 2-ben működött a dolog. Tehát vannak ilyen vadkártyák, tehát wildcardok, amire berakhatod, hogy mit akarsz rakni. Ugye az első az overkill. Csinálhatsz egy másodlagos fegyvert, ami elsődleges másodlagos fegyvernek berakhatsz. Primary Gunfighter, rakhatsz egy harmadik attachmentet a fegyverre, Secondary Gunfighter, take a secondary attachment, tehát rakhatsz egy másodlagos attachmentet a fegyverre, egy másodlagos első perk, másodlagos második perk, másodlagos harmadik perk, stb. Take an exorbitant. Ezzel egy extra exo képességet adhatsz hozzá az exo ruhádhoz, ezeket valószínűleg extra robbanó anyagot adhatsz a klasszokhoz, a streaker azt még én sem tudom, hogy mi van, mert a 20. szinten, 20. szinten fogom megkapni, hogy még majdnem ott vagyok, de mégsem vagyok. Vagyok ott egy kicsit, ha rámém be a perkekre, lightweight, gyorsan mozgás, low profile, az nem látszol az UAV-on. A követő lőszerek nem fognak megtalálni, és a exoping az az lesz, hogyha az exo ruhád, tehát hogyha egy mozgást csinálsz, az, amit az exo ruhával csinálsz, mondjuk dupla ugrás, az nem fog meglátszani a radon, flagjepit jobban mérje a robbanás, overcharged az kicsit hosszabb ideig fogja az exo ruhát képességét tartani, gyakorlatilag a danger close, magasabb robbanások, ezt nagyon előszeretettel fogják használni az emberkék, mert már ahogy nézem a gránátvető igen-igen effektív a játékon belül, néhol már túl effektív is. Nos, térjünk rá a következőre. Peripherials, increase minimal coverage, take out enemies without displaying their death location. Ilyen van a Cold Ghost-ban is. Ez azt jelenti, hogy tudjátok, nem jelenik meg az a kis halálfejecske, ahol kiszeded az ellenfelet, így a társaid nem láthatják, hogy ott volt valami bármilyen esemény, szóval ez arra való. Blind Eye, a tracking drónok, tehát a játékosok után mászkál egy ilyen kis fura drónocska, hogyha azt láttátok, na az nem fog észrevenni gyakorlatilag, és az összes core streaknél nem fogsz látszani a térképen, például hogyha egy Warbird-el vagy mi az istennel mennek utána, akkor nem fog bekeretezni pirosra, de az UAV-on látszódni fogsz.
Cold-blooded, az még az nem lesz piros név fölötted, tehát amikor rátalál az ellenfél, akkor nem fogja látni azt a piros nevet, tehát nehezebb lesz nekik célozni. Nem fog látni a Threat Grenade, tudjátok, az a wallhack, ha kilövöd a gránátot és így bejelzi, és akkor látszódnak az emberkék a falon keresztül, azon nem fogsz látni, és a bemérő berendezések sem fognak gyakorlatilag meg találni a Cold Blooded, de a Gung Ho még nem tudom, hogy mi az. Ha valaki már 31. szinten jár, az írja le, és akkor megtudjuk. Fast Hands gyorsabb újratöltés lesz, szóval ez valószínűleg az fog lenni. Lehet kicsit korán kezdtem el csinálni ezt a perkes izét, de nem számít, most már megcsinálom. Hardwired immune to system hack, EMP, nanoswarm, stun grenade, ez Kremlin, score streak, immune, vulnerable. Oké, system hack nem fog működni rajtad, jó, ezt nagyon utálom. A vágjátok, a hardware arra lesz jó, hogy mikor van az a system hack, megjelenik ilyen halálfej a képernyődön, és szarul látsz, és minden, na az nem fog bekövetkezni erre, szerintem be is rakom, mert ez engem nagyon idegesített. A Finch lesz when shot a toughness, tehát gyakorlatilag visszarugás gyengébb lesz, hogyha lősz. Bless Suppressor, ez az lesz, hogyha egyet ugrasz a Exo-val, akkor gyakorlatilag nem fogsz látszódni a térképen. Scavenger, már tudjuk, ez a réve lőszer újratöltésre szolgál. Hardline, tudjuk előre már egy ponttal kevesebb kell ahhoz, hogy megszerezd azt a bizonyos killstreaket. És eltekintve attól, hogy 400 pont kell egy UAV-hoz, szerintem a Hardline igen hasznos dolog lesz. Térjünk egy kicsit az Exo ruhákra. Exo Shield, Quickly Deploying Portable Shield, vagy Attached to Your Arm. Ez lesz a páncél, tudjátok, a Riot Shield, amit kivesz maga elé. Szerintem egy nagyon hasznos dolog, érdemes kipróbálni. Exo Overclock, Gain Temporary Speed Boost, ez azt jelenti, hogy egy bizonyos ideig, rövidebb ideig gyorsabban fogsz tudni mozogni. Gyakorlatilag, tehát nem azt írja, hogy futni vagy ilyesmi, hanem mozogni fog gyorsabban tudni. Exomute Device, Silence Your Footstep, ez egy érdekes dolog, szerintem a egyik leghaszontalanabb dolog. Elhalkítja a lépteidet, amivel nincs baj, mondjuk valószínűleg nagyon jól fog jönni egy SD meccs során, amikor egy gyors szituációban kell mozogni, szóval valószínűleg SD játékosoknak nagyon fog ez feküdni, de amúgy aki nagyon ilyen Domination TDM és a többi játékstílusokra fog, nem nagyon fogja tudni használni, mert egy rövid ideig halkítja le csak a léptéde. Szóval úgy gondolom, hogy ez egy nagyon effektív dolog lesz például egy SD-ben. Exo Steam, vagy Steam. Temporary Generous Hit Beyond Normal Levels, ez gyakorlatilag olyan, mint a régi Juggernaut, tehát egy rövid ideig extra élet boostot fogsz kapni. Exo Cloak eltüntet, szerintem nagyon hasznos, és most elmondom a trükköt, tehát azoknak, akik gyengébb gépe van, nem fognak észrevenni. És ahogy néztem, hogy én azért jól látom, hogyha valaki klókban van, de azt hiszem, hogy az emberek nagyon sokszor elmentek mellettem, és volt, aki szembe jött velem, és nem vett észre. Tehát akinek valószínűleg nincs meg az a 60 plusz FPS-e, az valószínűleg nem fogja észrevenni, hogy te ott vagy, hogyha ezt használod. Ezt igazán hasznosnak véltem, és a páncélt is igazán hasznosnak véltem. Exo Hoover, egy tehát lebegni tudsz vele egy rövid ideig, és nem fedeztem még fel, nem használtam, nem fedeztem volna fel, hogy tű, de igazán nagyon hasznos dolog lenne. Exit Trophy System, ez hasznos lesz Domination játékosoknak gyakorlatilag, és mert ugye nem fognak robbanni a gránátok a környéken, szóval például, hogyha foglalsz egy pontot, ilyesmi, benyomod a trophy system és megúszod a különböző gránátokat, robbanásokat, szerintem igen hasznos tud lenni, csak tudni kell, mikor kell benyomni abban az időben, mert tudjuk, hogyha bemegyünk egy ponthoz, akkor elkezdjük foglalni, azért beletelik az emberkéknek egy 3-4 másodpercbe, amire odaérnek, felfogják, hogy valaki lopja a pontokat, és utána dobálják a gránátokat, úgyhogy érdemes vele jól kalkulálni, de a jó kalkulálsz, ez a trophy system, ez egy végre hasznos dolog lehet, és nem egy olyan dolog, amit így kiveszel, lerakod, ott hagyod, hanem így tudod vinni magaddal,
hogyha nem használtad el teljesen, és akkor a következő pontnál is működik. Exoping, valaki írja le, legyen szíves, mert már nem emlékszem egészen pontosan, hogy mire akart ezt takarni, de az is lehet, hogy nem fogsz meglátszódni a radaron, vagy hát nem tudom, hogy pontosan mit jelent. Valaki írja le az exopinget, kapjatok ti is valami feladatot, kérlek szépen. Nos, gránátokat tudjuk, frag grenade, szokásos stun grenade, megbénítja, elvakítja az ellenfelet, variable grenade, az variable, az annyi lesz, hogy tudjátok, mint a single playerbe forgatni a stun és EMP között, és a smoke között. Nem tudom, úgy gondolom ez is igazán SD-ben lesz hasznos, ilyen TDM Domination és hasonló társai című játékokban talán az EMP-nek lesz a legnagyobb haszna, hogy őszintek, meg a stunnak, de időbe telik forgatgatni, hogy most melyiket akarom éppen. Semtex-et tudjuk. Tracking drone egy nagyon érdekes dolog. Tudjátok, ez az a kis repülő izi, ami ott megy az emberkék mögött, hogy mit csinál, követi az ellenfelet, és hát így körbevonal azzal, hogy láthatóbb legyen gyakorlatilag, tehát így felméri a terepet helyetted. Frag Grenade, ez a wallhackes, tudjátok, ami egy falon keresztül is jelzi a dolgokat. EMP gránát tudjuk, smoke gránátot tudjuk, explosive drone, hát gyakorlatilag neki lökött felrobban, de jó. A Spike Drone még nem tudom, hogy mi az e-mail házi feladat, aki már 49-nél van, a Spike Drone írja le, kérem szépen, hogy mi lenne az, úgyhogy megkaptátok a feladatokat. Készítek-e, menjünk gyorsan végig. Na hát tudjátok mit, nem megyünk végig úgyis meg az összes, de végül is végig mehetünk rajta. Ezzel a drónnal gyakorlatilag te irányítod és felméred a terepet, és meg is spotolod az emberkéket a társainak, UAV. Ez az Assault Drone, ez gyakorlatilag olyan, mint a RCXD volt a Black Ops 2-ben, csak ez repül. Care Package tudjuk, Sentry Gun tudjuk, ez a System Hack az, amikor így megörül a képernyő és szart se látsz, nagyon idegesítő, sokkal rosszabb, mint az EMP, valóban. Mondjuk egy jó dolog volt, úgy gondolom. Vulcan, ez egy orbitális strike gyakorlatilag, mint a COD Ghost-ban a Loki volt, csak itt egy lézeri lejön, aztán delete van számodra. Missile Strike, ez gyakorlatilag olyan, mint a Predator, csak így körben sok-sok-sok kis rakéta jön, azt így lebombáz a területet. Elég effektívnek tűnik, és nem biztos, hogy házban is biztonságban vagy. Bombing Run, egy aféle Airstrike lesz, Goliath. Jól néz ki Killstreak, tehát így jól érzed magad vele. Mész az, mint egy Rambo, semmi nem érhet hozzád adott ideig. Nos, Warbird az, hát tudjuk, hogy Chopper Gunner, amióta Chopper Gunner van Call of Duty-ban, azóta van Warbird, szóval így ugyanaz majdnem a kettő lősz. Ami a hasznos például lenne a Warbird-nél, például, hogy így kinyitod, ebben volt szerencsém már használni, kinyitod, és ugye te vagy a lövész, és akkor a játék automatikusan valakinek felajánlja, hogy bejoinolhat, és akkor a második játékos az egy ilyen support szerepet lát el, felméri a terepet, és közben kilövi azokat a threat grenade-eket, amik ilyen wallhack-ként használnak, és a társainak fel tudod vele mérni a terepet. Érdekes dolog tud lenni, és a házi feladat, ti mondjátok meg, hogy mi lesz a paladin, tudom, hogy mi az, de rajtatok áll a feladat, tapasztalt játékosok, segítsetek a kezdőknek. Nos, ennyi lett volna nagyjából. Később végig még majd valószínűleg a fegyvereken. Hogy megnézd, hogy milyen cuccaid vannak, azt meg tudod nézni az Armory-ban, tehát itt látjátok, hogy egy csomó a dolgok, amiket kinyitottunk a supply dropokból itt találhatóak meg. Nekem itt a time limited lootoknál még nincs semmi, permanent lootoknál ugye a különböző ruha nemük vannak gyakorlatilag. Melyik néz ki jól? Ez a gizda vagy csajszű? Ez lejön ez. Oké, és jobb, tehát nagyjából ennyi lett volna a mi kis
Call of Duty, remélem hasznos volt a kis bemutató, remélem tanultatok valami újat, a házi feladat megvan adva, mindenki ide le ott, ahol nem tudtam mi az. És ja, köszönöm a figyelmet, sziasztok!